töltöttem magamnak inni. Szevasztok, köszöntök mindenkit élőben a Restartot. Látjátok, bizony Mikulás Sapiba nyomom már, hiszen ma este, ma éjszaka érkezik Jolakka Pukki, ugye? Az a hivatalos neve, valahogy így hívják, azt hiszem, nem Puki, Pukki, két K-val. És hát a minden igaz, akkor lepukkant, vagy lepottyant egy kis ajándékot azoknak, akik jók voltak, akik rosszak voltak, azok virgácsot kapnak. Úgyhogy hát már reggel kiderült, tessék kitenni a csizmákat, előtte azért kitisztítani, jó? Tehát nem ilyen büdösen az oknikkal minden együtt, hogy csak így kihányjuk oda a kertbe vagy az ablakba, hanem tessék szépen kisuvickolni, és akkor majd, ha minden igaz, és jó fiúk, meg jó lányok voltatok, akkor majd kerül bele nektek valamiféle csoki, gondolom én. Ugye? Így működik ez. Vagy tehát én a gyerekkoromban visszaemlékezve, ez így szokott lenni. És ugye már nem vagyok gyerek, de azért előkészítem a nem létező csizmámat, de majd a sportcipőmet úgy kirakom. Hát ha, az is. Tehát csak el ne lopja a télapom. Hát az... No, jól van. Hát restartolunk egyet. Mit szóltok hozzá ennek örömére? Holnap meg majd szintén. Meg holnap után is, meg azután is. Úgyhogy aki esetleg majd Mikulásra kap valami kütyüt, és elakad vele, akkor nyugodtan forduljatok hozzám bizalommal. A képernyő alsó részén lesznek a mi elérhetőségeink, de szép kék. Ennek ilyenkor pirosnak kéne lenni egyébként, nem? Ha már Mikulás van, és így lassan egyébként majd a Fix TV logójába is megjelenik. Szerintem az ismétlésben már ott lesz, meg holnaptól. Mert hát, hogy holnap van hivatalosan, nekem csak ugye a kollégák azt mondták, de hát ma este már jön, mondom, este? Nem éjszaka jön a Mikulás hajnalban? Hát hivatalosan 6-a ugye Mikulás. Na mindegy, én azért már beöltöztem, rám rakták. Mondjuk így legalább nem baj, ki vagyok vele békülve, mert nem látszik, hogy alatta már, ami nem látszik. Na jó van, kezdjünk neki a híreknek, és utána szokás szerint jöhetnek a ti hozzászólásaitok. Ha nem haragusztok meg, akkor én most egy pillanatra kihajolok a képből, és töltök magamnak egy kis itókát, mert azt elfelejtettem. És akkor itt kortyolok egyet még mielőtt elindul az adás, illetve miatt nekiállnék a híreket mondani, nehogy itt aztán beleköhögjek. És akkor utána kezdjük méghozzá a Telekom IPTV hibájával. No kérem, a mai nap folyamán országos üzemzavar volt a Telekom IPTV szolgáltatásban. Juhé, végre nem csak mi akadoztunk, legalábbis reméljük. Majd most azért majd lehet mondani, hogy a többi tévé is akadozott, meg remélhetőleg mi is, vagy hogy nem remélhetőleg, hanem remélhetőleg most már helyreállt minden, és ezért mi sem akadozunk már. Szombaton, ja hát ez szombaton volt ráadásul, tehát ez nem is ma volt, bocsánat, benéztem a dolgokat. Szombaton kora délután a Telekom IPTV szolgáltatása akadozni kezdett, vagy valami olyan hiba jelentkezett a szolgáltató rendszerében, ami a tévi adást élvezhetetlenné tette az előfizetőknek. Többen is jelezték, és hát még ezzel kapcsolatban természetesen sokan az ügyfélszolgálatot is felhívták. A Telekom TV szolgáltatás akadozik, szakadozik, a felvételeket nem játsza le, a csatorna váltás is nehézkes, a 12-14-es ügyfélszolgálati telefonszám vagy csak kicsörög, vagy úgy tűnik, hogy az automata felvesz ide, igazából megszakad. Tehát valamilyen globális, valószínűleg IP hálózati problémára lehet utalni. Mint olvasható, a szám sem működik, úgy, ahogy kellene, ezt többen is jelezték. Néhány user a vállalatnál jóval lassabb netsebességre is panaszkodott. A hibákat több budapesti kerületből és nagyvárosból is jelezték, még a fórumok is tele voltak vele. A jelenséggel kapcsolatban a Telekom azt mondta, hogy kora délután az IPTV ügyfeleink rövid ideig valóban kockásodást tapasztalhattak a képernyőjükön, de a hibát mostanra sikerült elhárítani, ez délután volt. Ugyanakkor sajnos a call center ebben a pillanatban sem, ez délután 2 órakor még nem lehetett elérni, így az ügyfelek türelmét kérik, dolgoznak a hiba kiküszöbölésén, 4:30 körül működött már minden újra. Úgyhogy hát ilyen előfordul, ezt csak azért mondjuk el, mert hát ugye azért ennél a szolgáltatóan ez túl sokszor fordul elő egyébként, tehát havonta, két havonta biztos, hogy van valami üzemzavar, de hát talán be lehet annak tudni, hogy a legnagyobb ügyfél körrel rendelkező szolgáltatóról beszélünk, tehát innentől kezdve gyakorlatilag ez valahol hát kiütközik. Tehát akár a mobil szolgáltatást nézzük, akár a TV szolgáltatást, akár a net szolgáltatást, tehát ilyenek előfordulnak.
Köszöntjük Feri bácsit is a háttérben. Mindig a restartkor kezd el takarítani, de hát végül is ezért szeretjük őt. Ő hozza a tisztaságot nekünk ide az épületbe. Windows, Microsoft a következő hírünk. Leállította a Windows 10 előzeteseinek frissítését a Microsoft. Meglepő hírek ezzel kapcsolatban. Még pénteken fejtette ki a Microsoft a Windows-os blogjában azt a meglepő fejleményt, miszerint leállítja operációs rendszerének Insider változata frissítését. A dolog hátterében az áll, hogy a cég egy új terjesztési módszerre áll át, és annak bevezetéséig szünetelteti az Insider változatok kiadását. Az új technológia esetében arról a különbözeti módszerről van szó, amikről a PC-k különböző fórumokon már lehetett ugye olvasni, és ami a Microsoft szerint akár egy harmadával is csökkentheti majd a frissítések során letöltésre kerülő adatmennyiséget. Ennek működése teljesen eltér az eddigi alkalmazott módszertől. A jelek szerint Redmond a kétfajta frissítési lehetőséget nem tudja egyszerre biztosítani a szerverein, ezért kell, hogy az átálláshoz ideiglenesen leállítsa a frissítések működését az Insider változatokon, és megkezdte egyébként még mellette az új különbözeti terjesztés tesztelését is. Ezt ugyanakkor első körben, csak zárt körben lehet majd ilyen módon frissíteni a rendszerünket. Az insiderek számára is egy még insiderebb zárt kör fogja tudni csak tesztelni, és csak akkor indul meg ismét a rendszerek frissítése élesben, ha a belsős köröket sikeresen veszi az új módszer. Azt, hogy a tervek szerint ez mikortól lesz elérhető, ezt egyelőre nem közölte a cég. Hétköznapi Windows felhasználóknak ugyanakkor nem kell aggódniuk, mert az ő gépeik frissítésében semmilyen fennakadást nincsen. Ők az új frissítési módszerrel viszont már csak a Windows következő, hát tavasszal vált Creators Update változatát fogják tudni majd ilyen módon letölteni. Nagy valószínűséggel azelőtt is lesz majd egy kis leállás, hiszen akkor majd a végleges rendszereket is átállítják erre az új frissítési módszerre. Azt gondolom, hogy ez így rendben van, nem? Tehát most egy pici pihi, aztán utána lehet örülni, mert egy csomóan mindig hisztiznek, hogy mit frissít az állandóan. Most legalább nem frissít majd egy darabig. Jó? No, megyünk tovább. Fel szeretném hívni a figyelmet az olcsó mobil akuk, illetve töltők veszélyeire, ugyanis a brit fogyasztóvédelmi intézet 400 darab ilyen hamisított, mondjuk így hamisított akutöltőt vizsgált meg, és csak 3 felelt meg a szabványnak. Az azért csúnya, nem? Hogy 397, így igazából kuka. Tehát, hogy ez nem mindegy, hogy az ember bemegy a benzinkútra és vesz 1000 forintért magának egy töltőt, az nem biztos, hogy ugyanolyan, mint a gyári. Természetesen ugye a különböző gyártók ezen jó hasznot húznak, mert a gyári eredeti töltőket ezt viszont jó drágán adják, tehát mindenki után gyártottakat vesz, ám sajnos ennek megvannak a veszélyei. Mindig is óriási slágerek voltak az olcsó kínai töltők, noha széles körben ismert tény, hogy a rossz teljesítmény mellett még veszélyesek is lehetnek. Általánosságban véve elmondható, hogy ha tönkre megy valakinek a töltője, akkor érdemes gyári vagy közismert és nagynevű gyártótól érkező termékkel pótolni, még ha ez számottevően drágább is a non-ép megoldásokhoz képest. Ezt én annyival kiegészíteném, hogy inkább maradjunk a gyárinál. Jó, mert már erről is beszéltünk korábban, hogy lehetnek bizony a gyártó által módosított módosítások is egy adott töltőben. Most nem feltétlenül a töltésnek az áramerősségéről beszélünk, de mondjuk az is egy fontos dolog tud lenni, hanem bizony lehetséges, hogy picikét másképp tölt, és ez bizony lehet olyan problémát okozhat egy másik telefonban, ami esetleg tönkre teheti azt. A brit fogyasztóvédelmi hatóság most egy nagyszabású teszttel próbálta demonstrálni, hogy nem csak egy hiedelemről van szó, ám az eredmény feltehetően még a szakembereket is megdöbbentette. A hatóság illetékesei a világ 8 országából összesen 400 darab, figyelem, mert ez kimondottan Apple termékhez készülő töltőt rendeltek az interneten keresztül, majd ezeket alávetették a szabványos
megfelelőségi vizsgálatoknak. A 400 töltőből csupán 3 darabot tartottak megfelelőnek, a maradék 397 modell az alapvető szigetelési előírásoknak sem felelt meg, azaz a használóik akár áramütést is szenvedhetnek az üzemeltetésük közben. Sajnos a hamis termékeket árulók ritkán riadnak vissza attól, hogy rábígyesszék a hatóságok megfelelési jelzéseit a termékekre, például ezt a bizonyos CE logót, amiről talán néhány hete beszéltünk a Restart Extra-ban is. A hatóság szerint a jelzés megléte még nem jelenti azt természetesen, hogy az adott eszköz valóban megfelelne egyébként az előírásoknak, hiszen, mint mondtam, vagy mondtuk abban az adásban is, ezt is bizony hamisítják. Tehát nem mindegy, hogy hogy van az a CE ráírva, megvan ennek a megfelelő hogy úgy mondjam, szintaktikája, de még ha a szintaktikát is hamisítják, még akkor se lehetünk biztosak benne. Én azért gondolom azt, hogy tényleg érdemes márkás vagy gyártótól származó, tehát eredeti gyári töltőt vásárolni, ha esetleg tönkre megy a töltőnk, jó? Ez mindenképpen fontos. Aztán, ha már töltőkről, és ha már iPhone töltőről beszéltünk itt első körben, akkor, mert hogy az volt a tesztnek az alanya, hanem 400 darab ugye Apple töltő, hát most a többi telefonról itt nem volt szó, de ott ugyanez igaz valószínűleg ezekre is. Egy-két szóban beszéljünk az iPhone-ok akkumulátor cseréjéről, ugye pár hete szintén felröppent a hír, hogy bizony vannak olyan típusú készülékek, egész pontosan 6S szériából származó Apple készülékek, amelyeknek az akkumulátorával baj van, és hát az Apple elkezdte ezeket cserélni. Ugyan kevés felhasználót érint, de azért fontos lehet. Először a nem gyári töltőket okolták. Egy olyan iPhone 6S-eknél jelentkező akkumulátor problémáért, amelyben hirtelen kikapcsolnak a telefonok, holott még legalább 50%-ra voltak feltöltve, később viszont kiderült, hogy ez a hivatalos töltők mellett is előfordul. Az Apple beismerte a hibát, és ki is cseréli az érintett készülékek akkumulátorait. Szerencsére nem biztonsági problémáról van szó, mint mondjuk a Note 7-es esetében, tehát nem fognak felrobbanni az aksik, de ennek ellenére bosszantó lehet, ha valaki a saját készülékén tapasztalja ezt. Az Apple hivatalos közleménye szerint csak kevés telefonról van szó. Azok a készülékek érintettek, amelyeket 2015. szeptembere és októbere között készítettek, ezeknek az akkumulátora hibás. A cég weboldalán mindenki ellenőrizheti, hogy beleesik-e a készüléke a szórásba, azaz, hogy indokolt lehet-e az ingyenes akkumulátor csere. Ehhez be kell billentyűzni a telefon sorszámát a szájton található beviteli mezőbe, és a sorozatszámot a beállítások általános per info opció alatt lehet megtalálni, tehát azt a sorozatszámot kell bepötyögni a weboldalon, és akkor kidobja, hogy érintettek vagytok-e ebbe a problémába. Hát ugye azok, akik iPhone 6S készüléket használnak, őrájuk vonatkozik ez. Ha másik szériában, és szintén hasonló baja van, ettől függetlenül érdemes szervízbe vinni, mert nem egészséges dolog, bár ha valakinek, mit tudom én, 4-es készüléke van, vagy 5-ös, ami már mondjuk elég régi, és mondjuk 50%-nál kikapcsol, simán lehet azért, mert előregedett az aksi. Tehát ugye az is tipikus jellemzője a már előregedett aksiknak, hogy bizony nem teljesen ugyanazt írják ki, mint ami valójában van. Tehát például lehet, hogy 50%-ig van még elvileg a kiírás szerint, aztán utána felveszünk egy telefonhívást és lemerül. Úgyhogy ott viszont ténylegesen ott is aksit kell cserélni, csak ott egy újat kell beletenni a régi helyett. Ez Apple-éknél nem egy olcsó dolog, de ettől függetlenül más megoldás nincsen, mivel ezt nem lehet otthon szerelni, kénytelenek vagytok szervízbe vinni. Jó, megyünk tovább. A Google-éknél is gond van, méghozzá a kamerával, az új Pixel készülékek kameráival van gond. Hát ez pedig a Google javítja mindenképpen. Tud róla, hogy gond van a Pixel okos telefonok kamerájával, és már dolgozik is a javításon. A Google idei Pixel, illetve Pixel XL készülékei igazán remekül sikerültek. Az egyedi dizájn és a minőségi külső elképesztő teljesítménnyel és a legjobb Androiddal párosul, azonban ugye ez a készülék sem tökéletes, bármennyire is ezt gondolja mindenki.
Nagyon sok teszt eredménye szerint a piac legjobb kamerájával rendelkezik, a felhasználók az utóbbi időben azonban kellemetlen problémákat tapasztalhattak, a fényképezős applikáció egyszerűen lefagy, majd rózsaszín, illetve lila foltok jelennek meg a képernyőn. Ez nem túl jó hír, de úgy tűnik, hogy legalább a hiba oka szoftveres eredetű, tehát nem fizikailag kell igazából a kamerát esetlegesen cserélni. A Google egyik szóvivője elárulta, hogy tudnak a jelenségről, és jelenleg is a megoldásán dolgoznak. A történtek pontos okát még nem árulták ugyan el, de egyes felhasználók visszajelzései szerint akkor van a gond, ha alacsony a térerő. Miközben a térerőnek a kamerához, az mondjuk egy jó kérdés. Átmeneti gyógyír lehet, hogyha repülőgép módba kapcsoljuk a telefonunkat, és úgy fotózunk vele. Majd mikor posztolni akarjuk, akkor visszakapcsoljuk a repülőgép módból a készüléket. Állítólag úgy működik rendesen, és nem jelentkezik ez a bizonyos hiba. Egyébként ez a hiba, most így hirtelen nem biztos, hogy meg fogom találni, sőt biztos nem fogom megtalálni, de már múlt héten egy hírt hoztam volna nektek, csak nem volt rá idő is vele. Nem volt rá idő, és nem olvastam el nektek, de például a Pixel készülékekkel készített fotókat iPhone-on, hogyha meg akarjuk jeleníteni, méghozzá csak az iPhone 7-tel van ez a probléma, akkor bizony, hát nem szép a kép, tehát ilyen teljesen elmosódott, elkockásodott képet kapunk, és erre sem tudják még, hogy mi a megoldás, de valószínűleg itt is valamiféle szoftverhiba áll a háttérben, de érdekes módon más Apple készülékekkel, vagy más androidos készülékeken tökéletesen jól jelennek meg ezek a képek, csak a 7-esnél van ez a gond, tehát az iPhone 7-es készüléken, hogyha bárki átküld egy fotót az ismerősének, akkor Pixel készülékről iPhone 7-re, akkor bizony az iPhone 7-en ez a kép ez így nagyon csúnya minőségbe jelenik meg, szinte felismerhetetlen, hogy mi is van a képen. Ezt most így elmondom fejből ezt a hír, de erről szól, mert senki nem tudja, mi a pontos oka ennek, de valószínűleg itt is, tehát szoftverhiba. Szoftverhiba gyanítható. És maradunk még mindig az Apple-nél, két hír is van velük kapcsolatban. Még. Az egyik az az, hogy valóban ugye felröppent ez a hír, hogy dolgozik az Apple is az okos autó projektjén, önjáró okos autót fog bemutatni. Nem titok, ez már igazából szerintem tavaly felröppent ez a hír, csak azóta valahogy hírzárlat van, vagy hát nem is hírzárlat, hanem igazából nem történt semmi újdonság, most azonban van egy hír, ami erről árulkodik. Korábban már több dokumentum is árulkodott, hogy autón dolgozik az Apple. Most az amerikai közlekedés biztonsági felügyeletnek benyújtott levélben írt arról a cég, hogy komoly tervei vannak a gépi tanulással, amit a személyszállításban is kamatoztatnának. Ezzel kvázi megerősítik azt, hogy tényleg létezik az Apple Car. Nos, két éve keringenek a pletykák arról, hogy az Apple is beszállna az önjáró autók piacára, és saját járművön dolgozik. A cég most az amerikai közlekedés biztonsági felügyeletnek benyújtott dokumentumban meg is erősítette, hogy valóban nagy tervei vannak ezen a téren. Termék integrálási igazgatója a cégnek, Steve Kenner által írt levélben azt írja, hogy a cég erőteljesen fektet be a gépi tanulás, illetve az automatizáció, így van, fejlesztésébe, és számos területén szeretné kihasználni annak lehetőségei, többek között a közlekedésben is. Ezek erről ugyan részletek nem derülnek ki a levél alapján, helyette az automatizált járművek társadalmi előnyeit hangsúlyozza, a technológiát pedig életmentőként jellemzi, olyan fejlesztéseket ír le, amivel évente több millió autóbalesetet lehetne megelőzni. Hát ugye ezt tudjuk az önvezető autók kapcsán, már ezt vizionáltam én is párszor, meg beszélgettünk róla, hogy bizony, hogyha minden autó önvezető lenne, akkor gyakorlatilag megszűnnének a balesetek, legalábbis az autók által okozott balesetek. Hát most az, hogy egy idióta gyalogos lelép a járdáról, azt azért nem biztos 100%-ig, hogy meg fogja tudni oldani, de elvileg igen. Tehát ezek az okos autók ezért annyira okosak, hogy vészhelyzetben is tudnak cselekedni.
A levélből egyébként úgy érződik, hogy az Apple tényleg komolyan tervez autók terén, és sokkal inkább saját fejlesztésről van szó, mint sem arról, hogy már egy létező gyártónak szolgáltathat szoftveres technológiát. Idén az a pletyka is felmerült, hogy a McLarennel egyezkednek, korábban pedig arról volt szó, hogy a BMW-ben vagy a Mercedes-ben debütálnának az almás cég szoftverei. A levélben Kennel azt javasolja, hogy az a cégnek felhasználóvá kéne tenniük, érdekes megfogalmazás, tehát mondjuk úgy, hogy sajtóhiba, felhasználva kéne tenniük az által gyűjtött adatokat más cégek számára is, felhasználhatóvá, na úgy már sokkal jobban hangzik, tehát felhasználhatóvá kellene tenni azokat az adatokat, amikkel ők rendelkeznek. Az adat megosztással sikerülne egy sokkal egységesebb adatbázist kialakítani, mintha minden cég külön saját maga tenni ezt meg. Ez egy nagyon jó hozzáállás egyébként az Apple részéről, bár furcsa, mert ők általában zárt rendszereket fejlesztenek, tehát nem szeretnek közösködni senkivel, most már pont ő ajánlja ezt fel. Lehet, hogy valami hiányzik még, ami nekik nincs meg, és hát mindenki ajánlja föl, és akkor majd ugye akkor nekik is meg lesz gyakorlatilag. Bár kétségtelen, hogy ezzel még hatékonyabbá válhatna az ütközések, illetve a balesetek elkerülése, hogyha bizony az autók ugye kommunikálnának is egymással. A projekt Titán néven futó Apple autóról évek óta pletykálnak szintén, és már több olyan dokumentumhoz is hozzájutottak nagy portálok, amiben annak létezését sugallják. Tavaly a The Guardian szerzett meg egy olyan levelet, amely szerint már tesztelték is az eszközt. Év elején a cég olyan webcímeket jegyzett be, amelyek szintén az autó létezésére utalnak. Lefoglalták például az Apple.car, az Apple.auto, az Apple.cars doméneket. A projekt Titán több mint 1000 fős mérnöki csapatát viszont időközben leépítették, az alkalmazottakat áthelyezték vagy elbocsátották a cégtől, ami arra utalhat, hogy ebből a projektből nem lesz semmi, de attól még más projektből lehet. Például ugye ott a Tesla, és hát Elon Musk az év elején azt mondta, hogy nyílt titok az iparon belül, hogy az Apple önvezető autón dolgozik, és amit Elon Musk mond, az általában szintén beszokott jönni, vagy hát neki azért elég hiteles forrásai vannak. További árulkodó jel még, hogy az Apple rengeteg pénzt, egész pontosan 1 milliárd dollárt fektetett be a kínai Didi Chuxing. Ne engem röhögjetek, így hívják a céget. Tehát még egyszer Didi Chuxing, fuvar megosztó szolgáltatásba. Gyakorlatilag az Uber kínai változatáról beszélünk ilyen esetben, illetve ebben az esetben, ahol viszont ugye Kína elég innovatív mostanában, tehát elég jó startupjaik vannak, például akár önvezető autókkal is üzemeltetnek már ilyen sofőrszolgálatokat. Úgyhogy nem meglepő ez a történet. Jó! Ennyit át Apple-ről, és még egy, ami még szintén érdekes lehet, hogy a térkép szolgáltatásában is szeretne újdonságokat bevinni, ami ugye hát eléggé viharos körülmények között indult el annak idején egy pár évvel ezelőtt, szerintem emlékeztek rá, tehát hogy amikor így az első Apple Maps alkalmazásban, mondjuk úgy, hogy nem volt minden a helyén. Tehát, hogy így kicsit máshol voltak a dolgok, mint ahogy az lehetett volna. Nem voltak bizonyos utcák meg. Ugye a világon több helyen, tehát nem lokalizálódott ez sehova, tehát úgy globálisan voltak problémák. Azóta persze sokat fejlődött és tökéletesen jól használható, majdnem olyan jó, mint a Google Maps. És hát most azt az elhatározást hozta az Apple, hogy bizony ő még jobbat szeretne csinálni, mint a Google Maps, és ehhez drónokat vetne be. Mire jók a drónok, ugye? Drónrajjal javítana térkép szolgáltatásának napra készségén az Apple, emellett új beltéri térképező funkciók is érkeznek, elkezdenek komolyan felzárkózni a Google Maps-hez, sőt, le is szeretnék hagyni ezt. A cég olyan speciális csapatot állított össze, akik drónokat építenek számukra, illetve adatgyűjtő, elemző szakemberek segítségét is kérik, az önrepülő szerkezetek segítségével gyorsabban tudják majd frissíteni a térkép információkat, mint a jelenleg használt kamerákkal és érzékelőkkel felszerelt minifurgonokkal. Az Apple ezeket sem hagyja fejlesztés nélkül, jobb autós navigáción is dolgoznak. A cég már meg is kapta a szövetségi légügyi hatóságtól az
ehhez szükséges engedélyeket, tehát röppenhetnek a drónok. A drónok az utakon zajló változásokat, az utcákat fogják figyelni, és arról is információt adnak majd, hogy egy adott területen felújítás van, vagy akár lezártak egy adott útszakaszt, az összegyűjtött adatokat rögtön frissítik is a térképen. Tehát szinte real time lesz a dolog. A cég már dolgozik is azon, hogy az épületek belső tereit is fejlettebb technológiával tudják feltérképezni. Ez akkor vált nyilvánvalóvá, mikor kiderült, nemrég felvásárolták ugye az Indoor.io nevű startupot, amely 2013-ban, ja nem, 2013-ban is felvásároltak egy másikat, ami mi volt ez? Wi-Fi Slammer, ami szintén ilyen belső feltérképezéssel foglalkozó startup volt. A térképek manapság nem csak a felhasználók hétköznapjaiban töltenek be egyébként fontos szerepet, de az Apple, illetve a Google számára is egyre sürgetőbb a fejlesztésük, köszönhetően a szaporodó fuvaros applikációknak, illetve kereskedelmi appoknak. Hát egyébként tény, hogy így van. Itt is ugye most már Magyarországon is, hát mondjuk ha a Google-re gondolunk, akkor ugye a Street View már egy jó ideje elérhető. Hát szerintem az egész világot be lehet járni virtuálisan, a Google Earth-tel, illetve a Street View-val, de hát lenne mit frissíteni rajta. Tehát azért vannak ott olyan infók, meg olyan fotók, olyan utcarészletek mondjuk, amik 2009-2010-esek. Tehát például én lakom utca, az is, hát a szomszédunk már azóta eladta a házát, és oda lapdozer voltak, és felhúztak egy másikat, és ott még mindig a régi van. Meg a kerítésem színe is már rég nem olyan, mint ahogy ott le van fotózva. Sőt, már a fák se úgy néznek ki, úgyhogy lenne mit frissíteni rajta. Mondjuk a Street View az ebből a szempontból az egy jó pofa dolog, de annyira nem életbevágó. Maga az online térkép szolgáltatás viszont annál inkább. Tehát például a különböző útfelbontások, útakadályok, lezárások, real-time mosítása, hogy úgy mondjam, az egy fokkal szerintem fontosabb dolog, pláne az ember közlekedni akar, és hát ugye fel van túlva a félváros, tehát ilyenkor bizony, hála Istennek azért vannak megoldások, tehát ott a Waze például, ami, vagy Waze, hogy hivatalosan mondjuk, csak magyarosan ez a Waze, az olyan jobban hangzik, nem? Tehát ott a Waze, ami igazából ugye egy közösségi navigációs megoldás, ahol bárki jelezheti a térképen, amerre éppen jár, hogy itt bizony most mit tudom én, útlezárás van, vagy akár rendőri ellenőrzés, trafipax, tehát ilyen információkat is föl lehet vinni a rendszerre, és hát ugye aki be van jelentkezve és arra jár, akkor látja, hogy itt bizony valaki jelezte, hogy van valami. Tehát ezáltal a forgalmat lehet, hogy úgy mondjam, online valós időben figyelni, és ugye ezt a Google is átveszi, tehát a Google Maps-ben is egyébként most már odáig rendben vagyunk, hogy mutatja, hogy hol van a dugó, az esetleges ugye A pontból B pontba való elérés során, hogyha mondjuk valami fennakadás van, tehát mondjuk forgalmi dugó, azt azért szépen jelzi már a Google Maps is. Ezt a Waze-nek köszönhetően tudja egyébként megtenni, tehát itt van egy ilyen jellegű együttműködés a két szolgáltató között. Nem tudom, hogy az Apple-nél ez van-e valami hasonló, tehát hogy az Apple navigátorával lehet-e ilyen információk mentén is vezetgetni, de minden esetre lehet, hogy így van, nem tudom, ugye nem vagyok Apple felhasználó. No, jól van, köszönöm szépen, ezek voltak a hírek, jöhetnek a ti hozzászólásaitok, facebook.com/fixhd, van egy telefonunk is, ez a 44513-49-es budapesti szám, tehát a 061-et vagy plusz 361-et tessék elé pöttyenteni, hogyha esetleg hívtok bennünket. A Skype-on pedig másodperceken belül, ha a számítógépem is úgy akarja, akkor a tv.fixhd címen keresztül, illetve nem az a cím, ez a kontakt, tessék bennünket felvenni ismerősnek, és ha jóvá hagytuk, akkor tudtok csörögni, anélkül nem. Megszűrjük, hogy kivel beszélgetünk, de vannak partnerkérelmek, úgyhogy Laci, illetve Fábio titeket is visszajelöllek szépen, és akkor ha van kedvetek, akkor nyugodtan már is csöröghettek ide. Facebookon pedig a látogatói bejegyzésekhez várjuk a hozzászólásokat. Nézem is rögtön, hogy mik érkeztek. Dávid írja nekünk, szia Vendi, ha a laptop folyamatosan a töltőn van, 100%-on is, éjjel-nappal, az rontja az élettartamát az akkumulátornak, és egyre kevesebbet fog bírni? Hát Dávid, ugye ez egy örök kérdés, és
időről időre előjön, szerintem havonta egyszer biztos, és mindig válaszolok rá, hogy igazából, hát ha folyamatosan rá van dugva, nem maga a töltés az, ami az akkumulátort élettartamát rövidíti, hanem pont az, hogy nem használod. Tehát ugye az akkumulátorban lévő zselé vagy folyadék, ugye, ami az energiát tárolja, majd leadja, annak szüksége van némi mozgásra. Tehát, ha ő állandóan full feszkón van és fel van töltve, de soha nem adja le azt a feszkót, akkor nem lesz olyan hatékony. Tehát ennek azért úgy merülni kell időnként. Jó, nem sokat, de merülni. Úgyhogy én azt szoktam javasolni, hogy aki laptopot használ és otthon használ és állandóan táprol, én mondjuk már szinte csak táprol tudom, mert körülbelül 10 perc múlva lemerül, ha lehúzom, de nekem mondjuk 6 éves a laptopom, ki lehetett cserélni az aksiját, és akkor nem lenne ez a probléma, de egyelőre mi nem jutottam el odáig. Viszont ennek elkerülése érdekében, már nem annak, hogy 6 éves legyen az aksi, mert az amúgy is elkerülhetetlen, hogy ide után elöregszik. Hetente egyszer-kétszer azért húzd ki, és majdnem teljesen meríts. Nem kell teljesen lemeríteni, de hagyd, hogy a számítógép teljesen mondjuk lemerüljön és kikapcsoljon, és akkor rádugod a töltőre, visszatöltöd, és mondom, ezt hetente egyszer-kétszer megcsinálod, akkor az aksidban lévő folyadék, vagy nem csúnyában mondtam, vagy azt mondtam, hogy genyó. Tehát az aksinak, aksi lé, mondjuk így, időnként azért egy kicsit úgy tud mocorogni, és akkor sokkal kevésbé fog tönkre menni, és akkor, amikor tényleg szükséged lesz arra, hogy arról használd, akkor hatékonyan fog tudni működni. Jó? Úgyhogy heti egyszer-kétszer meríts le. Vagy hát nem is kell mondom teljesen lemeríteni, csak mit én meríts le 50%-ig, már az is jó. Sőt, igazából a mai aksikat nem is szabad 100%-osan lemeríteni, nem is tudnak, vagy nem is hagyja a számítógép, hogy lemerüljön, mert már amikor ilyen mit én 10%-nál van, akkor ő automatikusan rinyál, és ki is fogja lőni neked a Windows-t gyakorlatilag, tehát le fog állni. Ilyenkor nem szabad visszakapcsolni, hanem akkor kell töltőre dugni. Ugye ez a telefonoknál is ugyanez a helyzet, sőt, ugye az újabb aksiknál, tehát az ilyen polimer, litium polimer aksiknál már egyáltalán azt tesz jót az aksinak, hogyha mit tudom én, föltöltöd mondjuk 100%-ra, mondjuk, mert miért ne, tehát most állandóan nem fogod az ember leszedni a töltőről, és akkor meríted, mit én, ha már 60%-ra remerült, már akkor is rádughatod, és ha csak egy kicsit is töltesz rajta, mondjuk fölmegy 80-ig, aztán megint hagyod merülni, tehát hogy pont, hogy dolgoztatni kell. Minél többet dolgoztatod, annál hatékonyan marad az akkumulátorod. Jó, ezt ajánlják. Ennyi. Oké, okay. Meg tudnátok-e mondani, mi az a háttérzene, ami szól? Há, mi ez? Droplex Minimal Techno Mix 2016 Classic Cocaine Set. Józsiról ez mindent elárul. Hát, azt hiszem. Úgyhogy technikus kollégánknak a kedvence. Mindig ez szól, amikor ő van. Ugye? Mostanában. Néha vannak ilyen korszakai, és akkor van, amikor nem ez szól, de most éppen ez szól. Jó, hát lassan áttérhetünk a karácsonyi muzsikákra, bár én nem akarok nagyon jingle bass, de majd valamilyen techno változatban lehet, hogy jó lesz az, nem? Tehát azért adjuk meg a hangulatát, meg majd hullik majd a hó, meg majd minden lesz itt. Hát itt a karácsony, ha kezdjük ünnepelni, kérem szépen. Roland, nem lejáratásképp, de tényleg van benne igazság is azért. Szerintem jó, hogy van egy jobb antivírus progi is a gépen a Defender mellett, pláne, hogy a sok napi vírus megjelenés miatt is, meg úgysem 100%-ek, hogy tökéletes a védelmük. Táblázat van egy cikkben, amit itt belinkeltél. Az egyik legnépszerűbb vírus, antivírus egyben a legrosszabb is. Há, mihez kérem? Hey, na nézzük ezt az antivírus táblázatot. Hát én nem tudok erre mit mondani. Igazából. Szeretjük az ilyen reklám, meg antireklám dolgokat, meg nem, most nem az, hogy lejáratás, de igazából ismeritek a véleményem a vírusírtókról. Nem a vírusírtó fog bennünket megmenteni a vírusoktól, először, első körben mi magunk. Tehát ne töltsünk le olyan oldalakról, meg ilyen-olyan fájlokat. Tehát tessék óvatosan netezni, és akkor nem jön vírus a gépre. Emellett meg szerintem elég a Defender, de persze
mint mondtam, mindenki azt használ, amit akar. Úgyhogy én a vírusírtók témát ennyivel be is zárnám, mert nem akarom azt, ugye nagyon sokféle vírusírtó van. Kicsit még rosszabb a helyzet, mint a telefonok piacán, amikor megkérdezi tőlem valaki ugye a szokásos menetben, amikor ugye kettő közül lehet választani, akkor az is idegesítő tud lenni, hogy melyik a jobb, ez vagy ez. Nem tudom megmondani, mert valamilyen szempontból biztos jobb az egyik, mint a másik. De lehet, hogy más szempontból meg a másik jobb. Na most, amikor nagyon sok vírusírtó van, és megkérdezi valaki, hogy ez jó-e, és olyan, amiről még például életemben nem hallottam, most hogy mondjam azt, hogy jó-e vagy sem? Hát lehet, hogy tök jó. De lehet, hogy semmi értelme nincs. Bevallom őszintén, én nem használok vírusírtót. Én a Windows-t használom, de van egy Defender, tehát így mond használok vírusírtót, de magasról teszek a vírusírtókra, még sincs vírusom. Miért van ez? Pedig azért, hogy mondjam, tehát fejlesztek, keresek, töltögetek le én is innen, onnan, amonnan, mert kell. Nem jönnek be a vírusok. Illetve múltkor jött be valami, de rögtön meg is fogta a Defender, tehát nem volt vele gond. Úgyhogy nem tudok erre mit mondani. Mindenki használja azt, amiben úgy gondolja, hogy bízik. Én nem tudok mit ajánlani, illetve tudok, a Windows beépítettje szerintem tökéletesen megfelel. Akár antireklám ez a többi vírusírtónak, akár nem. Én úgy gondolom, hogy nem is fogok mást használni. Minek? Feleslegesen lassítsam a gépemet? Tök felesleges, tényleg. Jó. Randy check. Nézzük tovább. Sziasztok, szép estét. Jó a Sapid Vendi. Köszönöm szépen, kedves Valentina. És folytatjuk Skype hívónkkal. Itt van velünk Gábor. Hello, Gábor. Halló. Szia, Vendi! Hello, parancsolj! Azt szeretném megkérdezni, az előbb beszéltél a Defenderről. Igen. Igen, és nekem van egy problémám vele. Na mi? Küldhetek egy képet? Skype-on? Küldjél, persze. Jó, elvileg megy. Na várjál, akkor... Ja, egy fotót küldtél. Igen, egy háttérkép. Aha. Háttérkép. Na nézzük. Fű. Ja, várjál, mert ez a show. Hogy fogom ebbe belenagyítani? Várjál, hol van ez benne? Most miért ez nyitja meg? Valami változott a Windows-omba. Na mindegy, igen. Mi van vele? Ott van egy nyíl, ami megjelöl egy programot, amit elkezd futni a háttérben. Igen. A Windows Defender User Interface. Uh-huh. Na most ez a program, amikor elkezd futni, nem tudom miért, a videókártyát elkezdi 100%-ban kihasználni. Az nem elkezd, a videókártya elkezd melegedni, de iszonyatosan. Aha. És egyszerűen nem tudom, hogy miért. Mert az, hogy a memóriából elvisz 9 gigát, meg a processzort is 50%-on használja ez a program, hogy 9 esetleg... 9 gigát? 9 giga a memóriát, úgyhogy gyakorlatilag nem volt semmi megnyitva a gépen. Se böngésző, se más program, semmi. És ez na más... most figyelj, maga a user interfésze az ugye az, amikor futtatod magát a Defendert. Igen, és meg van ugye... nyílva, és mondjuk neki áll ellenőrizni, ugye, hogyha mondjuk végigfuttatsz egy szkennelést. Az zabálja a diszket, zabálja a processzort egy picit, hát logikus, hiszen éppen szkennel, tehát végignézi a fájaidat. De a videókártyát? A videókártyát fogalmam sincs, hogy ezt miért futtatja, de biztos, hogy ez ő futtatja, neki mi köze a videókártyához? Ő futtatja, mert ahogy kilövöm ezt a programot, ugye feladat befejezése, aha, úgy leáll a videókártyának a 100%-os kihasználtsága. Uh-huh. És ezt más barátom is mondta, hogy ő játék közben vette észre, hogy játszhatatlan lesz a játék, mert ez a program a videókártyát megeszi gyakorlatilag. Aha. Hát én bevallom őszinte, ezt még nem hallottam, de fogalmam sincs, mit esetleg mondjak valaki erre. Nézők közül tud... Hát persze, hát ha valaki tapasztalt hasonlót, én bevallom hogy... őszintén nem tapasztaltam ilyesmit. Úgyhogy fogalmam sincs, hogy miért enné a videókártyát egy vírusírtó? Tehát miköze a vírusírtónak a videókártyához? Nem tudom, de ahogy én ezt a programot lekapcsolom, ugye a videókártya is visszaáll normálra. Aha, érdekes. Mert az, hogy a processzor teszi, az normális. Tehát igen, vírus, meg az, hogy vírusírtás közben nem játszunk, mondjuk, tehát logikus módon. Ha a háttérben fut, akkor az de ez magától fér. Indul el, nem én indítom el. Hát igen, mert van időzítője, ami valószínűleg akkor rossz időre van állítva, és úgy magától elindul, akkor annak van oka. Tehát akkor szokott elindulni, minden nap elindul egyébként, hogyha hagyja az ember, de általában hajnali 2 óra azt hiszem az alapértelmezett beállítás, igen, tehát igen, hajnali 2-kor végig szkenneli, igazából nem is végig, mert csak egy gyors szkennelés, a fájrendszert, hogy minden rendben van-e. Egyébként pedig csak a háttérben figyel.
folyamatosan, viszonylag nagyon kevés erőforrást teszik. És mondom, a videókártyát meg, hát most érezzük, miközben a videókártya tudom, a vírusokhoz. Tudom, azért kérdez, azért hívtalak téged. Úgyhogy fogalmam sincs. Utána kell nézni fórumokban, mert lehet, hogy aztán itt valami videókártya driver hibáról van inkább szó, ami nem biztos, hogy a Defendernek a hibája, hanem az lehetséges, hogy mondjuk a, lehet, hogy a videókártya nem, mit tudom én, nem megfelelő helyről lett beszerezve, már hogy a drivere, és esetleg lehet, hogy abban van valami vírus, és azért lehet, hogy a videókártya driver. Nem tudok másra gondolni így hirtelen, úgyhogy körbe kell nézni akkor fórumokban, jó, hogyha mások jó, is köszönöm szépen, Vendi. Nincs mit. További hello, szép estét, szia, neked is. Megyünk tovább. Azt mondja, hogy mi ez? Itt van egy kép a laptop aksikról, hogy milyen folyadék van benne. Hát... biztos, én nem vagyok, hogy miből tanultuk ezt? Kémiából, meg fizikából, meg megmutathatjuk persze, de hogy ez tényleg így működik az akku. Hát ez gyakorlatilag egyébként majdnem mindenre igaz lehet, bár azért ezt ne felejtsük, hogy többféle akkumulátor van, és nem mindegyikben ugyanaz van, de az kétségtelen, hogy a működési elve az ilyen. Tehát anódok, meg katódok, ugye? Plusz meg mínusz. Sóhíd, igen, egyébként igen, bár ez szerintem azért nem minden akkumulátor ilyen, tehát többféle akkumulátor van. Bevallom őszintén azt, hogy pontosan hogy működnek ezek, ennek a mindegyiknek a működésével nem vagyok tisztában, nem is hiszem, hogy ez nekünk fontos, az a lényeg, hogy működjön, ugye? Meg a megfelelő dolgokat betartsuk, de köszönjük szépen az illusztrációt Árpádnak. Megyünk tovább. Legerősebb okos telefonok jelenleg, amik kaphatók. Ezzel kapcsolatos érdekességet küldött nekünk róla. Na nézzük, mik a legerősebb mobilok manapság. Jaj, persze. Már megint egy elfogult oldal. Tudod, miért kamu a történet egyébként? Tehát annyira szeretem egyébként az ilyen innen-onnan átvett híreket. Hol van ebbe a listába? Mindjárt megmutatjuk a listát. Jó, azt mondja, hogy kép megnyitása új ablakba, és akkor talán a reklámokat ki tudom szűrni. Itt a lista. Figyelj! Na, vajon melyik gyártó készítette ezt a listát egyébként? Már csak azért, mert kínaiú van minden. Tehát igen, melyik gyártó? Hogy itt van egyébként lent. Jó? Tehát, hogy iPhone, majd utána az összes többi a kínai. Ugye? Tehát nincs is, hol a Pixel? Hol az LG G, nem tudom mely, amit most adtak ki frissen? Hol a Sony Xperia, nem is tudom hirtelen melyik változata, amik brutál telefonok? Tehát ne mondjátok már nekem azt, hogy az összes ilyen kínai, ki sem tudom mondani a nevét, történet az gyorsabb. Álljon már meg, és nem az iPhone 7 Plus a leggyorsabb, tehát hogy... Ne. Jó, Roland, tehát egy kicsit nézzünk utána ennek. Több forrásból tessék, ha már ilyen toplistát állítunk össze, akkor ne egy forrásból állítsuk össze ezt, jó? Mert biztos, hogy nem ez a felhozatal, mivel pont arról van szó, az előbb pont a hírekben is benne volt, hogy például a Pixel XL a megjelenése időpontjában a leggyorsabb telefonnak, a legnagyobb teljesítményű telefonnak számított. Az iPhone 7 még előbb megjelent. Mondjuk 11. hóról beszélünk, lehet, hogy kicsit késő a lista, vagy nem tudom. De hol van ez a telefon belőle például? Megmondom, az előbb mondtam LG-t, Sony-t, szerintem azért a Samsung... Hol a Samsung Galaxy S7? Ami szintén egy nagyon brutális telefon. Azt nem mondjátok nekem, hogy a Vivo X Play 5, amit most csak így ki tudok olvasni, az gyorsabb, mint az S7-es. Nem már. Ne. És akkor Note-ról ne is beszéljünk, jól tudom, azt visszavonták, de hát az is egy brutál telefon. 5-szor gyorsabbak, mint az iPhone. Ne vicceljünk már, és az iPhone van itt furra emelve. 2 iPhone, és utána jönnek a kínaiak. Ne. Ne. Jó, megyünk tovább. Rendben. Már ha lenne hova tovább menni. Jó, kicsit lassítsunk a mobilos hírekkel, Roland, jó?
Mert igen, ez a kiderült, miért robbantak a Samsung mobiljai, ezt is már elmondtuk. Bár hivatalosan nincs megerősítve a történet, szerintem most sincs. Mindjárt megnézzük, hogy a hír szerint meg van erősítve, vagy megint egy találgatásról beszéltünk. Note 7 okos telefonjai kiderültek, instrumentált elemző cég friss tanulmány szerint a dél-koreai gyártómérnökei túlságosan szűk helyre szorították be a készülék akkumulátorát, ezért az a hétköznapi használat során túlságosan nagy nyomásnak van kitéve, de már az is gondot okozhat, ha a zsebünkben a telefonnal leülünk. Hát... tény, hogy a hőtágulás az fontos lehet, de hát olyan anyagból van maga az egész készülék, azért az akkumulátor is elég masszív történet, meg azért az jó kicsikán be van csomagolva, elkezdene deformálódni a telefon, és deformálódásról itt szó nem volt, itt rögtön robbant, tehát ez megint nem egy... tehát ez megint találgatás, maradjunk ennyibe. Mint a legvalószínűbbnek az hangzik egyébként, mert ezt is hallottuk már ezt a hírt, és az szerintem inkább az az, ami ami felé én hajlok, hogy szerintem ezért van, de mondom, hivatalosan nincsen megerősítve a történet, hogy a gyors töltés miatt van ez a történet. Tehát ugye a gyors töltés során, akinek olyan telefonja, ami tud gyors tölteni, az pontosan tudja, hogy olyankor a telefon iszonyú brutál betápot kap, hogy úgy mondjam. És pont azért, hogy gyorsan föl tudjon töltődni. Tehát mint egy 10-15 perc alatt föl lehet tölteni 70-80%-ra vele a telefont. Na, hát ezt nem viselte jól az akkumulátor. Ennyi. Illetve valószínűleg a töltő elektronika, hiszen itt többféle aksiról volt szó. Először egy bizonyos típusú akkumulátoroknál jött elő ez a hiba, aztán kiderült, hogy nem csak ennél a típusú akkumulátornál van ez a hiba, hanem többnél is van ez a hiba, tehát lehet, hogy maga a töltő elektronika nem bírta ezt a gyors töltést. Illetve még itt azért mondom, hogy megy a nyomozás még, hogy más töltővel, vagy esetleg lassan, vagy a telefont nem engedi 100%-ig feltölteni, erre ugye adtak ki egy patchet is, mielőtt még visszamondták volna, tehát hogy tuti, hogy inkább töltéssel kapcsolatos problémái vannak, ami persze lehet az is tényleg, hogy olyan szinten nem bírta maga az akkumulátor, hogy esetlegesen ugye ezért robbant fel. Tehát ez is benne van a történetben, nem tudom igazából, hogy várjuk meg, hogy mit mond erre a Samsung, jó? Mert ez megint csak találgatás. Hírportálok szeretnek ilyeneket. Megvan, kiderült! Hogy derült volna már ki? Tehát ezt azért, érted, amekkora hírről beszélünk a Note 7-es esetén, hát most mikor történt ez az egész, már hónapokkal ezelőtt, és még mindig erről beszélgetünk. Ezt higgyétek el, ezt a CNN-en is bemondták volna, hogyha a Samsung hivatalosan is kiad erről most már valami közleményt, és megtudjuk az okokat. Ezt senki nem mondta be. Úgyhogy még egyelőre találgatások vannak a továbbiakban, és úgyhogy lassítsunk ezzel kapcsolatban. Krisztiánnal folytatjuk. Hello, Krisztián! Szervusz, Andy! Hát én is lejtettem a telefonon, de csak annyi történt, hogy a akkumulátor hirtelen leesett a százalék egy ilyen 60%-kal lejjebb, uh-huh. Majd visszaállt a rendes kerékvágásba, de nem robbant fel, mert nem történt. Hát azért az... Tervezési. Igen. Dolgok ezek. Igen. Hát ez persze, ez logikus, hogy így van, az akkumulátorok azok nem nagyon szeretik egyébként, hogyha mozgatják őket. Méghozzá betonra esett, de uh-huh. Csak véletlenül csúszott ki a kezemből, de ennyi volt, és kész. Igen. Azóta is tökéletesen működik. Igen. Mert ezért hülyenkzőt az előbb mondtam, hogy nem szeretik a mozgatják őket, tehát a telefont állandóan mozgatjuk, de hát ugye ezek úgy vannak megtervezve gyakorlatilag, hogy ki kell, hogy bírják, de azért valószínűleg tényleg nem egészséges, hogyha benne lévő folyadékot ugye nézzük, hogyha az mondjuk állandóan lötykölődik benne. Tehát nem célszerű a telefonunkat rázni mondjuk, például. Most én pedig ezt csináltam. Jó, most ha ezt csinálom, mondjuk lehet, hogy 2 órán keresztül, simán lehet, hogy felmelegedne a telefon, és pont azért, mert az aksi a rázkódást, az ilyen jellegű rázkódást, azt nem szereti. Igen. Ennyiért volna, nagyon szépen. Oké, okay. Jól van, Krisztián. Hello, szia. Megyünk tovább. Árp írja, szia Wendy, nálam is volt ilyen probléma a Windows Defenderrel, de megoldottam úgy, hogy a komplett frissítést küldtem rá a Windowsra és a videókártya driverre és a lemez karbantartást futtattam, ezután minden rendben lett. Ennek sincs túl sok köze egyébként a vírusírtáshoz, vagy az, hogy egy vírusírtó a háttérben
fut és eszik némi erőforrást, az oké, de a videókártyának mi köze van ehhez? Mert az, hogy fut és időnként megeszi a procinak jó néhány részét, az belefér. Ugye itt az előbb Gábor azt mondta, hogy 9 giga memóriát is megeszik, azt nem hiszem, hogy a Defender enné meg, a Windows megeszi, attól függ, mennyi memória van a gépbenek, igazából tök mindegy, mindent megzabálja, és ezt megbeszéltük már párszor, hogy ez miért van, mert a Windowsnak a memória gazdálkodása az úgy működik, nem csak a Windows egyébként, hanem ugyanígy szinte az összes operációs rendszerről ez elmondható részben, hogy előre cache-el, direkt előre cache-el memóriát, azért hogy azokat a programokat, amiket később betöltünk, vagy esetlegesen betöltöttünk már, de ugyan kilőttük, ő benne hagyja félig meddig a memóriában, pont azért, majd ő gazdálkodik vele. Hogyha újra akarjuk indítani, akkor az gyorsan vissza tudja hozni. Tehát eznek pusztán felhasználói élmény gyorsító hatása van ennek a dolognak, tehát ez ezért van kitalálva gyakorlatilag ez a dolog. Tehát hagyjuk a Windowsra rá, hogy ő szépen megoldja a memória használatot. Nem kell, ha beletennél 64 giga memóriát, hidd, hogy azt is megenné. Tehát ez nem azt jelenti, hogy maga az a program onnantól kezdve 64 gigát szabál. Nem. Ez így működik. Bekesseli előre. Tehát ha kíváncsi vagy rá, nekem most 12 giga memória van a gépemben, mert tettem bele. Azt mondja, hogy hát most nekem mondjuk, most lett újraindítva nemrég, de ha jól látom, akkor 9,3 szabad belőle. Tehát gyakorlatilag 2,7 giga van, ami most használatban van. Most nekem valamilyen nincs bekeselve, de van, hogyha elindítok nagyobb programokat, akkor szépen bekesel, és hiába zárom be őket, meg mondjuk itt én sokáig nincs újraindítva a gépem, akkor bizony simán megeszi a 10 gigát biztos, a 8-10 gigát, és akkor ez nem olyan nagy problémát, hagyd gazdálkodjon ő vele. Hát azért van ennyi memóriánk, nem? Hát hagyj egye meg. Hát most minek tettünk bele? Nem eheti meg. Hát jó. Oké. Aztán Roland, Vendi, a cikkben le van írva az összes telefonmárka, amit maga az Antutu Benchmark tesztelt le, és az S7 az csak a vége fele lenne, mert már nem fért a legjobbak közé, írják a cikkben is, a kevés pontozása miatt. Hidd el, én is meglepődtem, de utána nézek majd, meg más hitelesebb oldalakon is, küldöm majd a héten. Oké, Roland, köszi, de mondom, most nem azt akarom mondani, hogy nem érdekel, mert persze, ha érdekesség, akkor igen, de az Antutu Benchmark, meg ez az egész benchmark sztori, hogy ő egyáltalán hogy és mint méri a telefonoknak a gyorsaság, mi alapján, ez nagyon nem mérvadó, tehát hogy nem ez a mérvadó szerintem, hanem a felhasználói élmény a mérvadó, globálisan, ugye egyáltalán, hogy egy telefont, amikor használsz, akkor te hogy érzed, mennyire gyors, mert hogy igazából azt nem mondjuk már, hogy az Antutu Benchmark szerint egyébként az iPhone 7 a leggyorsabb telefon a világon. Mert akkor oké, megnézném azért az Antutu kiadó cégnek a hátterét akkor egy kicsikét szerintem, hogy mi alapján hozta ki ezt az eredményt, és hogy mennyit fizetett neki az Apple, hogy ezt az eredményt hozza ki, mert ha annyira láttam, klasszisokkal az összes többi fölött van. És azért, ha viszont más tulajdonságait hasonlítjuk össze a készülékeknek, azért memóriában is van sokkal jobb készülék, processzorban is van sokkal gyorsabb készülék, akkor végül is hogy jött, mi alapján jöttek ki ezek az eredmények? Ja, és videók, tehát a GPU-ban is. Akkor mi alapján kapott ilyen pontszámot? Tehát, hogy ez mindig is egy ilyen rejtély volt, és nagyon sokan ezt az Antutut, ezt ilyen, nem tudom, egy ilyen etalonnak tartják, hogy ez alapján akkor az a leggyorsabb. Itt nem. Szerintem meg nem. Tehát, hogy ennyi. Jó, rendben. Hát talán ennyi vége mára, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Holnap folytatjuk, úgyhogy mindenki tegye ki a csizmákat szépen az ablakba, és várjátok, ne várjátok, aludjatok, majd reggel jön a télapó, és vagy Mikulás, kinek melyik tetszik jobban, és akkor remélhetőleg valami finomságot találtok a csizmába. Tessék kitisztítani mindenképpen. Most gondolom, ne szagolgassam át a télapot. Hozná ott a csokit, aztán lehet, hogy csak virgás lesz belőle. Na jó van, holnap találkozunk 7 óra magasságában. Nézzetek minket, sziasztok!